Jó napot, Mr. Soprano. Hogy érzi magát? Most már jól. Ezt örömmel hallom. Ön eddig hol bujkált? Az itteni orvosok a United Colors of Benettont képviselik. Én nem vagyok orvos. A kórházi biztosításokkal foglalkozom, jelen pillanatban épp az önével. Az a dolgom, hogy konzultáljak az orvosával, és közös munkával minél előbb elérjük, hogy ön hazamehessen. Itt az áll, hogy bezárták a sebét, és semmi akadálya annak, hogy hamarosan csak ambuláns betegünk legyen. Ki akar hajítani innen? A kórházi ápolás sokba kerül. Nem működnek a beleim. Fájdalmaim vannak. És épp, hogy átestem egy operáción. Gondolom, jobban működnének a belei, ha a műtéte után nem egy óriási kolbászos szendvicssel próbálkozott volna. Ez hihetetlen. Egy vagyont fizettem be egészségbiztosításra. És most kitesz az utcára? Úgy tesz, mintha az ellenségei lennénk, de ha nem lett volna biztosítása, a megyei közkórházba kerül. Szerencse, hogy önnél volt a biztosítási kártyája, amikor beszállították. Hol volt nála? A mentőben. Ha nincs önnél a kártyája, a Martin Luther King kórházba viszik. Benyúltak a tárcámba? Azonnal takarodjon a szobámból. Tony, itt a fickó. Ő a mentős. A tárca kutató? Bravo. Gratulálok. Azt mondják, pénzt vettem ki a tárcájából. Basszák meg! Na, hogy beszélsz? A biztosítási kártyát kerestem. Csak tettem a dolgomat. A nácik is ezzel védekeztek. $2000 tűnt el a tárcámból, hozza vissza. Nekem nincs is ennyi pénzem. Egy hét. Rudy Diaz, vagy soká nyomod majd az ágyat. Köszönöm, hogy benézett. Várom a jövő héten is. Át akartam adni, mielőtt hazamegy. Ó, kérlek, ne itt! Hagyd csak. Menjünk. Tony! Azt hittem, soha büdös életben nem jön el az a nincs. Ne neves ki! Te nem ismered az én bátyámat, elpusztíthatatlan. Még mindig aggódom érte. Találkozunk. Janice. Igen? Halottnak kéne lennem. Mégis élek. Őrülten szerencsés vagyok. Mostantól minden áldott nap ajándék nekem. Igen. Megyek a kocsimért.